Azért mondtam én, hogy ma egész nap Guten Tag lesz gyerekek, mert kurva izgatott vagyok. Nem biztos. Mi egyszerűen csinálja? Sokáig tartott, de meg lett. Hoztam egy óra. Találja. Good morning, everyone! Mindezt látjátok még, olyan sötét van, viszont nem este van, hanem reggel 5 óra. Egész aktív vagyok már ahhoz képest, hogy most keltem. Na, viszont a mai videó, mindezt láthatok a címben, milyen régóta várok, hogy így kezdjek egy videót. Elvileg 10 perc múlva itt van értem a transfer, és most kérdezhetitek, hogy akkor miért sétálok, hogyha transfer jön értem? Azért, mert a régi lakásomhoz kértem a transfert, ugyanis az új lakásomnál még nincsen bejegyezve utca, úgyhogy oda nem tudott volna jönni értem autó, úgyhogy át kell sétálnom a régihez. Aztán indulunk a reptérre, ugyanis 8 óra 31-kor, ha minden igaz, indul a repülőm, de majd erről egy picit később. Hát úgyhogy ez most egy elég hosszú videó lesz. Izgatott vagyok, várom, van kedvem az utazáshoz, nagyon zöggenőmentesen lehozok mindent. Na srácok, annyit viszont itt nem kapcsoltam be a kamerát, nem akartam reggel 5-kor egy számomra idegen ember arcába tuszkolni a kamerámat, illetve nekem is jól esett egy kis lazulás a reptérig, főleg így ébredés után. Tökre jó fej volt a srác, végigdumáztok az egész utat. Egyelőre, geci megint meg fog fázni, előre látom. Szóval van még 20 perc a becsekkolásig, úgyhogy most várok, 8 óra 50-kor indul a gép, hogy most még elég sok időt kell itt elcsöveznem a reptéren. Nem is vagyok fáradt, kiment az álmosság a szememből, úgyhogy jövök. Meg volt a becsekkolás, most már azért 6:52 van, ilyenkor azért már ébren szoktam lenni otthon is. Aki régóta nézi a videókat, az tudja, hogy nem vagyok egy nagy turista, szóval azért nem szoktam olyan sokat utazni. Van szeretem a tárgyilagos dolgokat birtokolni, és inkább arra költök. Hát tudjátok, szükségtörvénybont, úgyhogy most sokkal egyszerűbb volt ide, ahova megyek repülővel menni, mert előbb oda fogok érni. Konkrétan autóval 8,5 óra lenne, trailerrel közel 10, úgyhogy így repülővel pedig 1 óra. Úgyhogy még így is, hogy 2 órát kell várnom a becsekkolás után, még így is 7 órával beljebb vagyok, és így csak hazafele kell majd autóval jönni. Na de, megvan már a beszállókártyám, úgyhogy most már csak várakozás van, és indulás! Már benn is vagyunk, de ebben most jön a szopó rész, hogy még van 2 óra, hogy elinduljon a gép. Valószínűleg szét fogom bombázni a TikTokot ebbe a 2 órába. Amíg én verem a telót a reptéren, addig beszéljünk pár szót arról, hogy hol is találtam meg az autót, mert nagyon sokan kérdezitek. Mindazt láttátok a videóba, elég sokat utaztam, vagy hát ti meg nem láttátok, de majd most fogjátok, elég sokat utazok érte majd, illetve több hónapnyi keresés után én most a mobilén találtam ezt a kocsit, de úgy, hogy nem csak Németország és Ausztria, hanem egész Európán belül kerestem. Úgy voltam vele, hogy igazából, hogyha már repülőre ülök, akkor már tök mindegy, hogy hova megyek, de azért Németországot akartam, mert franciául nem biztos, hogy le tudtam volna hozni a nyelvet, úgyhogy így a Németországhoz ragaszkodtam, az volt a cél. Meg nekem nagyon fontos volt az is, hogy az autón már legyenek átalakítások, amik már be vannak jegyezve a forgalmiba, ugyanis hogyha olyan autót hozol haza, amin már bejegyzett átalakítások vannak, azt automatikusan be tudod iratni a magyar forgalmiba, hogyha ezt tüvös papírral tudod igazolni. Na, de viszont lassan indul a repülőm, úgyhogy ugorjunk vissza a videóba. Azért lehet, hogy kellett volna egy téli kabát, de mindegy, van nálam mellé. Még meg se jöttem, de már csak 30-40 millió fölötti autók állnak a reptéren. Na, most jön amúgy
a mai kis kiruccanásunknak a nehezebb része, hogy most elrepülni valahova, az nem olyan nagy szám, érted, csak figyeljük ki a dolgokat. Viszont innen most vonattal kell tovább mennünk, most ugye Stuttgartba vagyok, és innen át kell menni Rastadtba, ami kb. Egy óra vonattal. De nem tudom, hogy elvileg valahol itt van a vasút pályaudvar, de csak térképen néztem meg. Ha minden igaz, 10 óra 50-kor indul a vonatom. 10 óra 10 van, szóval van még 40 percen megtalálni, gyalog, és odaérni, felszállni. Úgyhogy most lehet elrakom a kamerát, mert kurván nem akarok este elindulni haza, de majd elmesélek mindent, csak most először szeretnék felülni a vonatra. Úgyhogy ezért mondtam én, hogy ma egész nap guten tag lesz, gyerekek, mert bátya egész nap németül speaking. Jó, hát most angol volt, de amúgy, ja, de itt van. Na hát végül is csak annyira néztem be, hogy nem is itt van. Úgyhogy most taxival kell menni tovább egy kicsit, mert ezt így nem számoltam vele, de mindegy, ott leszünk. Elég rizikós amúgy a helyzet, mert 36 van, 50-kor indul a vonat, de volt egy traktoros felvonulás, így tüntetnek azért, mert az állam nem támogatja nekik 2024-be az üzemanyagot, és most ezért traktorral mennek az utcán, és ezért késésben vagyunk, szóval nem kell emiatt egy órát várom, de nézd, figyelj, mutatom. Zweispurige Sperren jetzt, Mensch, Maja! Geht doch rein, da blöder! Mann! De az nyugtat, hogy nem csak én sietek, hanem az úriember is oda akar vinni. Amúgy menők ezek a traktorok, de nem akarnék miattuk egy Hello? Órát várni. Itt a taxiból kiszállva egy percem nem volt, rohannom kellett, mert egy vonatot így is lekéstem, és a következőtől se sok választott el. Ja, és épp újítják fel a stuttgarti vasútállomást, szóval így még nehezebb volt megtalálni azt, amit éppen keresek. Ja, és jegyem se volt, nyilván próba szerencse, nem büntettek meg, de simán meg is büntethettek volna. Itt gondolkoztam el először azon, hogy nem biztos, hogy ez most olyan jó döntés volt 12 perccel az előtt, hogy odaérnék, ahova amúgy megyek. Itt jöttem rá arra, hogy azért jó ötlet volt az, hogy azt mondtam a srácnak, hogy két haverommal megyek. Nyilván, hogyha felkészül arra, hogy egyedül megyek, lehet, hogy leütnek, elveszik a pénzem, bármi ilyesmi, vagy hát ezek akkor futottak át az agyamon. De ami még cinkebb lett volna, az az, hogy rossz a kocsi, és aznapra már nem volt repülőjegy haza, úgyhogy akkor alapban még ott is kellett volna aludnom, plusz pár százret ugye a repülővel, az útdíjakkal, meg mindennel ott, akkor már buktam volna, és még haza is repülővel kellett volna jönnöm. Úgyhogy ez amúgy, ez ilyen próba szerencse, de azt mondom, hogy így néha el lehet csípni. Igazából minél messzebb mész, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy jó lesz a kocsi. Jó, most ne nézzél ki egy autót 10.000 kilométerre, menj el és mondd majd a videó kommentje alatt, hogy szar lett a kocsi. Kinn is vannak szar autók, de minél messzebb vagy Magyarországtól, annál nagyobb a valószínűsége, hogy jó lesz az autó. Most jöttem meg, hát kurva izgatott vagyok, őszintén mondom. Reggel 5 óta vagyok úton, most 1 óra van. Kurva messze vagyok otthonról, autóval ilyen 8,5 óra. És az egész út egy stopás volt, minden késett, minden csúszott. Alig értem ide, úgyhogy most már csak abban tudok reménykedni, hogy az autó okés lesz. Most nem viszek magammal a kamerát, mert nem ismerem a srácot, nem akarok kamerát tolni az arcába, meg át kell néznem a kocsit, hogy mizu. Úgyhogy most kicsit elraklak titeket. Na cső! Hogyha minden, amegy mire legközelebb bekapcsolom a kamerát, már újra. Még egy kis érdekesség, ezt muszáj lesz olvasnom, mert ezt nem tudom fejből. Szóval az a lényeg, hogy 14.30-ra volt időpont a Rastatti okmányirodába, ami azt jelenti,
hogy lekéstem azt a vonatot, ugye a felvonulás miatt, ami 13:30-ra ért volna oda. És így lett volna még egy órán megnézni a kocsit, odaérni, kipróbálni minden. A következő vonat az pont úgy ért be, hogy 14:00-ra, de ugye ezt is majdnem lekéstem, nyilván a felvonulás miatt, és így már alapba 30 percen volt megnézni a kocsit, és a vasútállomástól elmenni az okmányirodáig, de igazából így, hogy nem késtem le, így volt 30 percem erre, úgyhogy azt csináltuk, hogy a vasútállomáson kiszállt a srác, gyors áttesztem a kocsit, megnéztem mindent, és mondtam, hogy én vezetek, és elmentünk még hozzá, meg úgy mentünk az okmányba, hogy végén vezettem, úgyhogy így meg tudtuk spórolni azt az időt, hogy ugye nem az volt, hogy kimentünk egy parkolóba, ott órákon át rugdostam, átnyálasztam mindent, úgyhogy ja, ez egy kicsit így amúgy necces voltam, hogy ezen izgultam, hogy ez hogy fogja kiadni. Na gyerekek, hogyha most megfordítom a kamerát nektek, akkor látni fogjátok az öcskösnek az új autóját, ami azt mondom, hogy adja. Kicsit rá is tudtunk alkudni, most elmegyünk, kiváltjuk a rendszámot, hogy haza tudjam vinni. Nekem nagyon tetszik, már van rajta pár alakítás, ami így kellett, be is van írva minden, ugye direkt ilyet kerestem, de hogyha hazaérünk, azért ezt most még meg fogja kapni. Figyeljetek! Bum! Gyerekek! Na és miután átnéztem az autót, mindent megnéztem, kipróbáltam, elintéztük az okmányirodába a dolgokat, felmentünk, megírtuk az összes papírt, átellenőriztük mindent, na de ugorjunk is vissza, mert már jövök le a sráctól. Let's go, gyerekek! Look, my new hater golf! Nehéz nap volt, mondom a timingot. 14:52, sokáig tartott, de meglett. Örülök, hogy odaadtam a pénzt is, és így most már nincs az a nagy teher rajtam, hogy nehogy valaki leüssön, megerőszakoljon, és elvegye a pénzt, vagy csak simán elvegye a pénzt, mert ki akarna megerőszakolni. Na, viszont ezt nézzétek, júj, papesz! Júj, geci! Berakok ide mindent. Jó. Már olyan melegen volt, mint az állatban szerintem. Jó, ez így jó. Okay. Lássuk, miből élünk. Gyerekek, az első videó innen, ebből az autóból. Yes. Na, nézzünk egy kilométert, mert azért innen még haza is kéne érni, anyád. 8:54, geci. Soha nem fogok hazaérni. Gyerekek, ebből látszik, hogy visszatértünk. Csak úgy darálja befelé, gyerekek. Nagyon örülök ennek a kocsinak, nagyon még magasabban vezetem. Az a durva egyébként, hogy mindig, amikor az elmúlt, mióta csinálok videókat is, nézitek és veszek a új autót, soha nem próbáltam ki. Most volt először az, hogy nekem kellett kipróbálni, mert egyedül jöttem el, de mondjam, amikor vettem az RSR-t, azt az egyik barátom próbálta ki, mikor a piros Golfot vettem, azt a Geri próbálta ki, mikor a Ritz-et vettem, azt ismerőstől vettem, azt ki sem próbáltam, mikor a fekete 6-os R-Golfot vettem, azt sem próbáltam ki, azt is ismerőstől vettem, amikor meg vettem a 7-esért, ami kék volt, de arany lett, azt meg lementem, kifizettem, utána próbáltam ki, mert nem nagyon szeretem vezetni más autóját, de ezt most kipróbáltam, mert ez nem ismertem az előző életét, meg minden, de tudni. Milyen kis fekete. Na, azaz, hát majdnem feljöttem amúgy úgy a pályára, hogy nem volt se autópálya matricám, se nem tankoltam, se nem ettem. Hogy most veszek matricát, televerem, 100 euróból lett tele tank, 45 liter. Köszöntem. Fú, én szintén most úgy beégtem, mint a szar. Bemegyek, mondom, kéne ugye a tele tank, meg egy autópálya matrica. És mondja, hogy mi? Micsoda? Hát mondom, tudod, autópálya matrica, tudod? És mondja, hogy hát Németországban az autópálya ingyenes. Mondom, az komoly geci nálunk, meg még azért is pénzt kérnek, hogyha ránézel valakire, ugyebár. Úgyhogy így jól beégtem. Na hát ez túlzottan amúgy
nem haladunk, szóval oké, hogy ingyen volt az autópálya matrica, de ezt nézzétek, fiam, mutatom. Ez azt jelenti, hogy 16 percnyi dugó. Úgyhogy most itt szopom a faszt, és még van hátra 757 kilométer. És most héttel megyünk. Szóval, hogyha ezt elosztod, beszorzod, akkor 32 nap múlva hazaérek. Oh, good. Aludtam egy órát, geci. Úgy voltam vele, hogy ha fáradt leszek, akkor megállok pihenni. Úgyhogy egy órát aludtam itt a kocsiba. Itt a kocsiba. Úgyhogy indulás tovább, de ha jól láttam, megint dugót jelzett, nem, rosszul láttam. Na irány! 2 hours later. A keci eső, nézd meg, egy mondatot nem tudok elmondani, úgy esik ez a fasz. Ülök a kocsiba, geci, 20 órája már, hát ezt nem hiszem el, második teli tank, amúgy nem eszik sokat, egyáltalán. De milyen 10 literbe fogom, mondjuk komfortban jövök végig, úgyhogy semmi nincsen. Nagyon gyengén jövök. Mondjuk ömlik az eső, paszkodnak a kamionok, majd mindjárt kicsit később megállok, azt előveszem a kamerát, kicsit rendesebb blogban, mert ezt látjátok, ömlik az eső valószínűleg. Nem látjátok, hogy az ott micsoda, meg szarok a fények, gondolom, meg minden, de az itt már az osztrák határ 600 méter múlva, úgyhogy elhagyjuk Németországot. 9 óra, és még van hátra 4 óra, 414 kilométer. Ja, nem tudom, milyenek lesznek itt a fények, de vagy így, vagy úgy berakom úgyis, mert nem, ez van most, ez tényleg, ez a vlog, ez olyan lesz, ami itt történt velem ebbe a 24 órába. De kevesebb, mint 24 óra alatt elutaztam majdnem 2000 kilométert, és ment egy oda-vissza, és akkor így hoztam egy kocsit. Szóval azért így, hogyha sikerül, le kell tennem, mert itt a határ, ezt nem akarom, hogy megkúrjanak kamerázásért, megfedett pályás távolba nézésért. Tegleteszem. Ugye mondtam, hogy előveszem a kamerát, de azért nem vettem elő, mert nem voltam annyira fáradt, és úgy voltam vele, hogy fölöslegesen nem állok meg, hogy aztán elfáradjak, és akkor majd meg kell állnom megint pihenni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy inkább hajtok haza, mint az állat. Így is azért elég hosszú volt ez a 9,5 óra, de azt mondom, hogy jó flash volt így vég az út, mert olyan jó érzés volt alapban az, hogy egyedül vagyok, hogy itt az új kocsi, vezetem haza. Ide most bevágok majd egy videófelvételt, ami csak nekem tetszik, vagy hát igazából nektek valószínűleg nem fog, majd írjátok is, hogy szar a hang, meg minden. Tényleg szar volt a hang, de azt gondoljátok el, hogy volt mikrofon a kamerán, sőt szélvédő is volt a kamerán, és még így is ilyen hangja van, de ez azért jó, mert itt érek ide a magyar határra, és ez ilyen jó flash, hogy először így meglátom, örülök, kicsit ki is szálltam, vettem matricát, de jöjjön is ez a videó. Remélem látjátok, gyerekek, 1 óra 39, 3:42 mindjárt, és most értem ide a név az osztrák-magyar határhoz. Most kellett vennem egy pályamatricát. Gyerekek, nagyon büszke vagyok magamra. Mert így tudom, hogy nem nagy szám meg minden, de valószínűleg így 9 órája ülök, 10 órája, mert egyet aludtam, és hazaértünk, érted? Hogy hazaértünk, itt a kis autóm, és tényleg annyira nagyon jó érzés, szóval tényleg így kurva vagy, és már most még ne sincs papírozva az autó, de már most annyi élményem van vele, hogy kurva jó, és nem bánom, hogy én elmentem érte, és nem elhozottam trénerre, és csak lekorítottuk az országba, és akkor ment papírra, hanem hogy tényleg én elmentem érte, mert ez tényleg, ez már most összekött minket. Hello! Komoly időszak vár ránk, mert nagyon jó a gép, még egyet nem mondok róla semmit, pont azért, hogy ne indítsam el, hogy nem mondjuk azért, hogy szeretném, mert ez lesz az év utolsó videója december 31-én, és tényleg úgy akarom majd kezdeni, hogy egy igazi gólbemutatós videóval szeretném a 2024-es évet kezdeni majd, úgyhogy most nem mondok most semmit, veszek egy matricát, aztán még jelentkezek. Oké.
És most. Most értünk haza, gyerekek. Ami azt jelenti, 2 óra 29, 4 óra 50-kor indultam el a Vidhorról tegnap, és 2 óra 29-kor értem haza. Úgyhogy most már itthon van az autó. Mindkettő. Nem volt rossz nap, viszont elköszönök. Holnap folytatjuk, mert egyszerűen egy értelmes gondolat nem megy át a fejemben már. Elfáradtam nagyon. Mindenki, aki azzal foglalkozik, hogy autókat hoz be tréleren, meg bármin, atomtisztelem őket, mert ez nagyon kemény, úgyhogy mindenkinek tisztelet, aki ezzel foglalkozik. Na, megy a bátyja, lefekszik. Szerintem még mielőtt lefekszek, hú, de jó rá visszanézni. Még mielőtt lefekszek, írok egy üzenetet a csávónak, mert nagyon ritka az ilyen jó fejeladó, akivel ennyire segítőkész, meg minden. Úgyhogy ez kurva jó fej volt a srác, de majd, holnap majd mesélek, mert keszi sok dolog történt ma, amit amúgy nem is tudtam felvenni, mert egész nap vezettem, meg figyeltem az utat, meg rohantam A-ból B-be, hogy elérjem a vonatot, elérjem a repülőt. Úgyhogy húzós nap volt, de holnap majd összefoglalom az egészet. Na cső. Ezennel elérkeztünk a legújabb, illetve az idei év utolsó videójához. Igen, direkt nincsen több az autóról. Azért, mert úgy gondolom, hogy itt maga a trip, maga az, hogy kint voltam, ez az ilyen napi vlogos flashpont, ezt akartam az év utolsó videójának, és nem akartam már az autót bemutatni ebbe az évbe, mert úgy gondolom, hogy ezt meghagyom 2024-re, hogy majd ott is várjunk valamit év elején. A január úgyis olyan langyos víz, úgyhogy majd az év második videójába kipróbáljuk együtt a Golfot. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok velünk egész évben. Ez a harmadik év, hogy egy darab vasárnapi videó sem maradt ki. Várjátok, megnézem, mert nem tudom én sem pontosan. Mert az érdekelne, hogy hány videó van most jelenleg. 242 videó van fenn a csatornán. Ez azért egy komoly szám, de egyelőre most még ebben nem megyek bele, ugyanis a jövő heti videó az egy év összefoglaló videó lesz, hogy mi történt velem, illetve mi történt velünk közösen ebbe az előző évbe. Van egy nagyon fontos kérdésem. Valaki írta nekem, hogy unalmas az intro zene. Nekem erről van egy véleményem, hogy a barátok közben 200 évig nem volt unalmas, szóval azt gondolom, hogy ez most már egy bejáratott intro zene. Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek maradjon az intro zene, vagy jöjjön új. Én meg nem mondom el az én véleményemet, majd ezt a következő videóban megbeszéljük. Viszont srácok, köszönöm nektek, hogy vagytok, köszönöm, hogy néztek, még mindig. Jövőre találkozunk, és nem is tudom, év utolsó videóban hogy lehetne még kiköszönni? Szerintem sehogy. Találkozunk jövőre, császtok! Itt van a span, itt van a span. Teszi a videót ki, és mindenki nézi.